Maradunk a körforgásos gazdaság tematikájánál. Amit eddig nem tudhattunk meg az előző két videóból, azt elmondja nekünk Dúzs László, agrármérnök, természetvédelmi mérnök, a Zöld munkacsoport tagja. Szia, köszöntelek itt nálunk a stúdióban. Köszöntök én is mindenkit. Na, hát kezdjük is azzal, hogy pontosan mit takar ez a kifejezés, mi is a lényege, mi is a legfőbb célja a körforgásos gazdaságnak. Először tisztáznunk kell azt a fogalmat, hogy mi is a lineáris gazdaság. Jelenleg, így a mai világban, ahogy az anyagot megtermelik, tehát az alapanyagot kitermelik, ezt követően megtörténik maga a gyártás, majd a fogyasztás, és igazából a hulladékért a szemét kialakulása. Ezzel szemben a körforgásos gazdálkodásnak az magának a lényege, hogy a ma termékei a holnap alapanyagai. Tehát a körforgásos gazdálkodásnak a célja az, hogy a termék, vagy az alapanyagot minél tovább a termékpályán tudja tartani. Mennyire újkeletű ez a dolog, mennyire újszerű, hol tart most ez a folyamat jelenleg? Igazából ez egyáltalán nem újkeletű. Ha belegondolunk, hogy a természet mit is csinál igazából, akkor megláthatjuk, hogy maga a civilizált ember, tehát a 21. századi ember ennek a ritmusát próbálja igazából felvenni. Gondoljunk csak arra, hogy ősz van, lehullanak a falevelek, és tavaszra igazából ebből már nem látunk igazából semmit. Ezt a körforgást szeretné maga az ipar is igazából magáénak tudni. Ez begyűrűzött gyakorlatilag mindenhová, illetve be fog várhatóan gyűrűzni mindenhová szerencsére. Szóval ez nem egy technológiai újítás, ez sokkal inkább egy szemléletváltás, ami a teljes gyártási folyamatban lejátszódik. És hogyha áttérünk erre a körforgásra, az jelentheti azt, hogy bizonyos dolgokról akár le kell mondanunk, amelyekhez eddig hozzászoktunk, és jelentheti ez esetleg az életszínvonalunknak a minimális csökkenését? Nagyon sok minden fog változni. De alapvetően, ha a lineáris gazdasági modellt folytatjuk, akkor még több minden. Igazából ez a gondolati, hogy is mondjuk, manifestáció, amit igazából mi a mai napig látunk, ez nagyon sokat fog változni. De azt gondolom, hogy mivel a termelők, illetve az emberek látják, vagy a fogyasztók látják ennek a fontosságát, gondoljunk csak a tavalyi nyárra, hogy mi is zajlódott le, hogy ugye nem volt csapadék, pláne itt a keleti ország részben. Ez valamilyen szinten mind-mind összefügg igazából a mi túlfogyasztásunkkal. Ha belegondolunk, 2009-ben augusztus 16-án volt a túllövés napja. Ez azt jelenti, hogy hogy a mi bolygónk, tehát a Föld egy adott év alatt bizonyos mennyiségű alapanyagot tud, igazából nyersanyagot állít elő. A túllövés napja jelzi azt, hogy mi ezt a mennyiségű nyersanyagot mennyi idő alatt használjuk el. Tehát ez 2009-ben augusztus 16-a volt, 2018-ban július 25-e, 2022-ben pedig július 28-a, tehát folyamatosan változik. Ez jelenti azt, hogy bár néha van egy visszaesés, lásd a Covid időszakot, de folyamatosan csökken az az időszak. Lassan ott tartunk, hogy egy fél év alatt felhasználjuk a bolygó egész év alatt megtermelt szerves anyagkészletét, és igazából ennek köszönhetően látjuk azt, ami most körülöttünk van, hogy folyamatosan, vagy az időjárási externáliák egyre gyakoribbak, hogy egyre kevesebb az eső, egyre rosszabb az eloszlás, és így tovább. Szóval ez ennek a leképeződése valamilyen szinten, de mint mondtam, minden összefügg. Szóval mi csak egy apró porszem vagyunk ebben, de ez a porszem a helyére kerül, nagyon sokat tudunk tenni a környezetünkért. És mi mit tehetünk személy szerint? Az egyes ember mit tehet ennek érdekében? Hát ugye maga a mozgalomnak a lényege, ezt három R betűvel össze lehet foglalni, ugye ez kis angol segítség majd kell hozzá, ez a reduce, reuse és a recycle. Tehát hasznosítsd újra, előzd meg, illetve a használt újra fogalmak. Ezt maga a 21. illetve a 2023-as év teljesen újra formálta, mert most már 10 darab R betűről beszélünk, és most már a megelőzés, illetve az anyag visszaforgatása is belekerült ebbe a 10 darab R betűbe, és igazából, ha ezt gorcső alá veszük, akkor megtudjuk, hogy mit is tudunk. De csak egy példát emeljünk csak ki, vegyük csak a reggeli fogmosást, ugye már mindannyian megtudtuk, hogy a vizet el kell zárni, és így tovább. De nem mindegy, hogy mivel mosunk fogat, nem mindegy, hogy miből készül a fogkefénk, és így tovább. Szóval valamilyen szinten be fogja folyásolni a mindennapi tevékenységeinket, de ez nem lesz annyira érezhető. És az egésznek a kulcsa igazából az edukáció.
mert jelenleg már a termékpalettán ott vannak azok a körforgásos gazdálkodási elemek, amikből igazából a tudatos fogyasztó tud válogatni. Azonban még mi magunk kezünkben van a döntés, hogy ezt megtesszük-e, vagy sem, illetve rászánjuk-e azt a esetlegesen többlet ráfordítást, amit sok esetben sajnos rá kell fordítani, de nem minden esetben, vagy nem tesszük meg. Nem csak mi nekünk fogyasztóknak, hanem a cégeknek a szemléletét is ugye meg kell változtatni. Ez hol tart most jelenleg? Mennyire nehéz egy már jól működő cég szemléletét átformálni? Hát itt cégek között is nagyon-nagyon sokféle példát látni, nagyon sokfélék vannak. Hogyha a gyártásból emelünk ki egy példát, a gyártóknak jobb minőséget kell tudniuk előállítani. Illetve azt gondolom, kevesebb gyártó is lesz majd magán a porondon, illetve én is pont egy hónappal ezelőtt sikerült beszerezek egy örök életgaranciás pénztárcát. Egy minimálisan drágább volt, mint a korábbi pénztárcám, ami elnyűtt, és ezért váltottam. De alapvetően a szolgáltatás, illetve a teljes életpályás garanciás termékeknek szerintem sokkal nagyobb slágere lesz, mint az korábban volt. És ez igazából gyakorlatilag mindenütt megfigyelhető. A divatipar, az élelmiszeripar, igazából az építőiparipar, az építőanyaggyártás, mindenben ott vannak a természetes anyagok, illetve azok a termékek, amik a körforgásos gazdálkodásban részt vesznek. Hogyha kevesebbet vásárolunk, akkor előbb-utóbb kevesebbet is kell gyártani bizonyos termékekből. Ez esetleg veszélyeztetheti a munkahelyeket, vagy éppen ellenkezőleg egy olyan gazdasági fellendülést okoz, ami pedig új munkahelyeket teremtett. Ezt te hogy látod? Igazából itt is csak egy példát tudok hozni. Gondoljunk csak arra, hogy belefogunk egy építkezésbe. Nincsen otthon ütvefúrunk, valószínűleg a következő 5-10 évben nem is fogjuk használni ezt az ütvefúrót, amit bizonyos esetekben megvettünk volna korábban. Szóval várhatóan kevesebb ütvefúróra lesz szükség. Viszont a gyártási láncban lesz majd egy hiányérzet. Azonban a túloldalon viszont kialakul egy szolgáltatói rendszer, ami viszont ezt a hiányzó termékpalettát tudja majd szolgáltatni az embereknek. Szóval valamilyen szinten a rendszernek a rugalmassága lesz ennek az ereje, hiszen folyamatosan formálódni fognak a cégek, a szolgáltatók, illetve a gyártók. Melyek azok a legfontosabb lépések, a főbb szempontok, amelyeket szem előtt kell tartanunk, amire figyelnünk kell nekünk egyes embereknek, mit tanácsolsz nekünk? Amikor terméket vagy fogyasztási cikket választunk, akkor szavazunk valami, mellett letesszük a voksunkat. Igazából, amikor bemegyünk egy áruházba, akkor érdemes utána nézni, hogy az adott márkának milyen is a háttere. Ami jellemzően a körforgásos gazdálkodásra jellemző, az az, hogy ha egy elektronikai cikket veszünk példára, akkor ennek a bizonyos elemei vagy könnyen javítható, vagy könnyen cserélhetőek az adott elemek. Szóval itt valamilyen szinten az árral is lehet valamilyen szinten gondolkodni, de mindenféleképpen több információnak kell a birtokunkban lennie, ahhoz, hogy felelős döntést tudjunk hozni. És itt nem csak a fogyasztási cikkekről van szó, hanem a tartós használati cikkek is ilyenek lesznek majd. És mit tehetünk az ellen, hogy minél kevesebbet szemeteljünk, mert azért ugye elterjedt egyre jobban ez az újrahasznosítás, újrafeldolgozás, de azért még mindig nagyon sok szemetet termelünk. Mit tehetünk még? Az, hogy mennyi szemetet termelünk, nagyon jól mutatja az az irányszám, hogy az Európai Unióban jelenleg 2,5 milliárd tonna szemetet termelünk éves szinten. Magyarországon is egyébként egy óriási szám, ez 364 kg per fő per év, az a szemétmennyiség, amit előállítunk. Ennek az összetételen nagyon sokrétű, körülbelül, ugye ezek csak viszonyszámok, ennek egy körülbelül 66 kiló az, ami szerves anyag, tehát ilyen élelmiszer jellegű hulladék, ezt könnyen tudjuk komposztálni. De ha elképzelünk egy szemetes vödröt, vagy egy szemetes kukát, ennek körülbelül a 33%-a lesz az, ami teljes mértékben újrahasznosítható tudna lenni. Szóval alapjában véve, magát, ha ezt a szemetet magunkével tesszük, akkor, és ugye az a 10 darab R-betűt, vagy akár azt a 3 darab R-betűt, hogy a megelőzés, újrahasználat, vagy újrahasznosítás elsajátítjuk, és beleintegráljuk a mindennapi életünkben, akkor alapvetően tudjuk csökkenteni a hulladékunk mennyiségét. De a legeslegfontosabb maga a megelőzés. Szükségünk-e, van-e az adott tárgyra, vagy kell-e nekünk az a plusz csomagolás? Ugye a termék és termék között is óriási különbségek vannak. Én nagyon szeretem a textilipart, bár egyébként környezetvédelmi szempontból az egyik legvitatottabb
dolog ugye a fast fashion révén, viszont nagyon sok olyan márka van ma már, lásd a Patagonia, vagy az Ikra. Mind-mind igazából olyan termékeket állítanak elő, akik végkísérik a teljes termékpályát. Nagyon sok esetben ezek sorszámozott termékek is. Ezeknek még szeretem azt gondolni, hogy ezek még lelkük is van. Na hát bízunk benne, hogy minél több embernek sikerül majd a szemléletét megváltoztatni, és jó úton haladunk mi magyarok ebben az irányban. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad nekünk. Nagyon szépen köszönöm én is.